Javában zajlik a Jászság Népi Együttes jövő heti premierje előtti intenzív próbaidőszak. A tánccsoport Pál István Szalonna és bandája, valamint Ferenci György és az első Pesti Rackák korábbi közös lemezére készítenek egy táncprodukciót, mely a Mindenek Szerelme címet viseli. Ugye egy hét múlva lesz a bemutató, azért egyre feszültebb az ember belülről, tehát bennem is azért van egy feszülés, mert nyilván az ember szeretné, hogyha minél a legjobbat kihozni az együttesből, meg a produkcióból. Örülök neki, hogy a fiatal alkotóknak az együttesen belül is adtam úgy, vagy tudtunk adni szerepet. Tehát, mint szakmai munkatársak is besegítettek, sok kis olyan darabnak egy bizonyos, úgymond betétjét megcsináltak, vagy egy önálló koreográfiát alkottak. Ez célom is volt, hogy egy kicsit magukéná érezzék még ezt az egész művet, meg nyilván egyfajta segítség nekem is. A közismert alkotópárosok mellett olyan koreográfusi szárnypróbálgató tehetségek is lehetőséget kaptak, mint Balog János, aki jó ideje oszlopos tagja az együttesnek. Jani egyébként egy impressionista etűdre hozhatta létre saját koreóját. Sokkal többet kellett készülni otthon. Tehát én nem gondoltam, hogy ennyi meló van egy koreográfia készítésben, meg átgondolásban, és hogy egy csapatot így mennyi energia így mozgatni a saját ötleteim alapján, meg ezt nekik tálalni. A flow élményt illetően pedig nekem biztosan más volt, mert volt olyan, hogy így elszaladt másfél-két óra, a többiek lehet, hogy már mentek volna szünetre, még esmény, de én meg még benne voltam az alkotásban, hogy ezt még nézzük meg, létszi, még egyszer előről, stb. Úgyhogy más, ebben is meg lehet találni a flow élményt. A Covid hullám okozta kiesések miatt az együttes érdemi munkát csak tavasztól tudott végezni, így nem csak emiatt volt nehezebb lendületbe kerülniük, hanem a komfortzóna részleges hiánya miatt. Szerelmi történetet dolgozunk fel, egy menyasszonyról és egy vőlegényről szól, és ennek a korszakairól szól, ezeket mutatjuk meg, és ilyen rock and roll elemeket is tettünk bele. Nagyon sok próbán vagyunk túl, mindenkinek még fel kell dolgozni ezeket az elemeket, de szerintem mindenki szuperül állja a helyét. Nagyon izgalmas volt a munkafolyamat során, hogy az alkotók nagyon sokszor adtak nekünk lehetőséget arra, hogy önállóan hozzunk létre kis etüdöket, kis mozdulatokat, és ezzel még inkább személyessé tudtuk tenni a koreográfiákat, a mozdulatokat, hogy a saját érzéseinket tudtuk kitáncolni, hiszen Mindenek Szerelme. Mindenki volt már szerelmes, mindenki szerelmes, vagy majd lesz, és ezeket szépen át tudtuk adni a mi kis művészetünkkel, a kis mozdulatainkkal, és reméljük, hogy a közönségnek is az át fog jönni. Szeretném azt, hogy tényleg a műsor egy szabadságérzetet adjon, és tényleg mindenkinek egy szerelmet adjon valahol, valamilyen szinten, hiszen a énekek, a szövegek, Petőfi versek vannak földolgozva benne, zeneileg és ezáltal táncilag is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek így összességében egyik kolléganő mondta, egy szívderítő nyári estét fog tudni adni a szabadtéri színpadon. Az együttes jövő héttől már a szabadtérin kezdi meg a főpróbahetet, amikor a zenészek és a technika is csatlakozik a Mindenek Szerelme végső simításaihoz.